kezdődik, az elejével vagyok baj. Miért? Nahó, tetsz? Ja, Némó, mint. Nemo, nem, hogy Némót mondj neki. Tudom. Tassa. Igen? Ani Pakawato. Pakawato. Paka. Cicuk, kell a cicuk. Várjál, hát ja, tényleg. Az enyém. We're going to Bat Xian Tong. Okay. Okay. Okay, thank you. Thank you. Okay. That's the final destination. Thank you. Thanks. Are you okay? I'm yes. Fine. Thank you. Thank you. Amo Tatsa Hakavato Arahato Sama Sambuthasa. Buthasa. Így van. Na még mondjuk el egy 10 000-szer. Igen. Előre. Namo Tassa. Namo Tassa. Pakavato. Állj már meg! Légy szíves! Állj már meg! Légy meg! Tehát. Namo Tassa. Pakavato. Arahato Sama. Sama Buthasa. Yeah! Ez van! Krisztián, ne kiabálj! Krisztián, ne kiabálj! Légy szíves! Nyugodjál már meg! Thank you! Thank you! Itt vagyunk. Biztos, hogy ez az? Nem tesszá! Oké, let's go. Ah, der, úristen, most álltak meg a többiek. Szemeputhesszá! Namo, toljat. Gyere. Thank you! Köszönjük! Thank you so gyere, much. Gyere már! Ott a tók a telefonnak, vedd fel a táskát gyorsan, gyerünk. Hello, srácok! Namo tetszá. Hogy van a köszönés? Száj, várjál. Nem. Szabajdi. Namo Tatsa. Na most várja, verjeme, Krisztián. Alahato Sama. Sama Puthasa. Kérem a könyvet. Milyen szép könyved van, mi ez? Puti könyv. Az enyém, hello. Na, hogy elvett? Nem örökre. Nem örökre veszem el. Jó. Jogi. Mutasd. Namo Tatsa. Namo Tatsa. Jó. Namo Pata. Patahato Vato. Sahamusasa. Namotatsa. Mi van, nem megy? Hopp, 10 perces büntetés egyébként, ez tényleg így van. Már mutatta, hogy nem, úgyhogy menjetek tanulni tovább. 10 perc múlva találkozunk. Szevasztok. Csuti és Edina. Sziasztok. Szép befutóval. Na lássuk, hogy nektek megye. Fújjátok ki magatokat, és nagyon pontosan is szépen mondjátok, jó? Mert nagyon szigorú a szerzetesünk. Namo Tatsa, miért nem volt jó? Namo Tatsa Hakavato Arahato Sama Sambuthasa. Good? Az Isten áldjon, vagy akit jó kire hiszem. Buddha áldjon. Nagyon jó érzés volt, és nagyon örültem annak, hogy elsőre sikerült elmondanunk, úgyhogy Csuti nagyon jó tanárnak bizonyult most is. Hallod, hogy se a zenét nem tudjuk megjegyezni, se ezt. Figyelj, hülyék vagyunk ehhez, Krisztián. Mindent tudunk, ez ilyen izét, ezt a vallási mantrákat, meg a zenei dolgokat, az nem a mi erősségünk. Nincs hallásunk. Na, srácok, azért ez a mantra, ez sokaknak feladta a leckét. Nektek elsőre sikerült. Nyissátok ki a könyvet. Második. Csut, itt egy orátum vagy, hallod, egy jós. Nehogy itt valami, itt tartsanak. Viszont... Yes, hát itt az óra, tessék, persze, pontos idő. 12:20, mivel másodikként írhattátok be magatokat a könyvbe, ez azt jelenti, hogy részt vesztek a következő amulett játékban. Menjünk el zászlóig, Krisztián. Hova? Zászlóig kell menni. Sehova. De nem érted, ki kell menni? Hova? Ki a sár zászlóig, gyere. Oda ki kell menni. Büntetés kaptunk megint. Na jó, srácok, ugyesek voltatok. Egy picit pihenjetek. Találkozunk az amulett járványban. Segíthetünk a Krisztiánéknak megtanulni? Nem kell. De tudom, hát, hogy nem kell, de segíthetünk. Persze. Na, gyere, ha jó fejek vagytok, akkor segítsetek. Nálad van a térkép? Igen. Jó. Hello! Luang Prabang! Luang Prabang! Arra mennénk. Mi ketten? Igen, mi veled elmehetünk? Köszi szépen! Köszi! Sama Sambuthasa. Ezt már meg, ugye tudod, tehát én mondom, hogy nem a tassa. Hakavato. Arahato. Sama Sambuthasa. Tassa, yes. Okay. Sama Sambuthasa. Ide üljünk le. De ugyanaz szerinted? Ugyanaz, hát ez a helyi hiba. Ja. Nem ez a Namo Tatsa? De igen, de ez nem úgy van. Ha raktok bele ritmust, nekünk ugye egyszerűbb volt. Szerintem ez egy másodpercig nem merült fel bennünk, hogy nem fogunk segíteni.
megpróbálunk mindent tőlünk tehetőt megtenni, főleg olyan környezetben, ahol ennyik, úgy gondolom, hogy olyan még túl nagy jelentősége nincs. Namo tassa hakavato arahato sama sambuddhassa. Ezt úgy tanultunk meg, hogy szám buddhassa, hasa a buddha. Namo tassa hakavato arahato sama sambuddhassa. Sama Sambuddhassa. Okay. Good luck. Okay. Good luck. Take care. Okay. Have a nice day. Thank you very much. Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Mondjad. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahata samo sambuddhassa. Namo tassa hakavato. Ott a szerzetes, nem ott a szá. Hakavato. Arahato sama sambuddhassa. Yes! Yeah. Yes! Látod? Látod, amikor okay, kivárjuk. Bocsánat. Föltesz egy szerzetes polost. Ennek komolyan. Krisztián. Buddhassa hakavato. 12. Megint. Jó, hát ez tök jó. Nekünk ez sokkal fontosabb volt, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Hogy megtanuljátok? Igen, igen. Kicsit nehezen ment. Menjetek már, légy szíves. De miért? Mi a mert baj? Szeretnénk megjegyezni mi is. Ja. Jó, na jó. Krisztián, Atti, pihenjetek, találkozunk az amulett okay. játékban. Ott a zászló, akkor szóljunk a bácsinak. Okay. Stop. Okay, thank you. Okay. Thank you. Jaj, csúszom! Katinkájék, halljuk. Namatasa, hakavato, arrahato, sama sambuddhassa. Stimmel! Negyedikek vagytok, köszönjük. Katinka. Namatasa, hakavato, arahata, anisama, sambuddhassa. Az van, most én egy személyes bíróság leszek. Mindegy, már hol vagyunk. Kossátok ki. Igen, azt érzem, hogy... Tudtam. Ti vagyunk az utolsók? Persze. Igen, mivel utolsók lennétek, ezért most semmi értelme, hogy túráztassalak titeket azzal, hogy most kimenjetek és újra megtanuljátok. Becsukom a könyvet. Pihenjetek egy kicsit. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Kedves párosok, köszöntelek benneteket a heti első amulettjátékban, nem lesz bonyolult a feladat. Mindösszesen annyi lesz a dolgotok, hogy egy picit átvegyétek ezt a laoszi nyugalmat és békét, és meditáljatok. Ezt a párosok egyik fele fogja csak végezni, tehát az első és legfontosabb feladatunk, hogy eldöntsük, hogy ki lesz az, aki ezen a széken helyet foglal, de hát természetesen nem olyan egyszerű, hogy ti egymás között eldöntitek, hanem mivel Csilla és Zsolti értek be első körben, ezért ti dönthettek, hogy Edina és Csuti, illetve Krisztián és Attila közül ki legyen az, aki elsőként leül a székhez. Tehát választhatok egy párost. Nekem mindegy válaszom, mit szeretnék. Akkor üljön le, Attila. Elég sokat ültem. Mit mondod? Másodikként Edina és Csuti futott be. Csilla és Zsolti sorsáról kell döntenetek, ki legyen az kettejük közül, aki majd leül a székre meditálni. Zsolti. Zsoltit választjátok. Oké. Okay. És akkor Krisztián és Attila. Ti is dönthettek, Edina és Csuti közül kell választanatok. Edina, nem? Edina? Legyen Edina. Én? Edinát választották. Rendben. Szeretném kérni a párosok meditáló tagjait, hogy foglaljanak helyet a széken. Én azt gondolom, hogy neki egyszerűbb átszellemülni, egyszerűbb megnyugodni, és talán, hogyha tényleg itt ez a feladat arról fog szólni, hogy ki tud tovább nyugalmi állapotban lenni, akkor erre az Edina jóval alkalmasabb személy, mint én. Norbi, rátok fog szerelni egy-egy pulzusmérőt. Ennek fontos szerepe lesz a folytatásban. És amíg Norbi elbabrál ezekkel a pulzusmérőkkel és felszereli őket, addig a többieket szeretném arra kérni, Krisztián, Csillát és Csutit, hogy tartsatok velem, gyertek, kövessetek! Nem tudom, hogy mi fog rám várni, de nem számítok semmi jóra. Tehát nem vagyok nyugodt abszolút, úgyhogy nem tudom, hogy fogom ezt az egészet végigcsinálni. Na, hát előre engedlek benneteket, álljatok csak ti közelebb nyugodtan itt a
dobogóhoz. Na jó, én nem nyúlok hozzá is. Nyugodtan, oda be a túlsó felét, nézzétek meg azt a kosarat is, nyugodtan. Gyere! Ami a ti szerepetek ebben a dologban, hogy vannak olyan próbatételek, amelyekből mindenkinek jut, de lesznek olyan válogatott próbatételek, amiből csak kettő van, és meg kell szavaznotok, hogy ki az a kettő, aki át kell, hogy élje. Akkor most megnézem a társaság másik felét, hogy hogy áll a kezdőpulzus, rögzítjük az adatokat, és megkezdjük a játékot. A feladat értelme nagyon gyorsan megváltozott, hiszen lényegében nem arról szólt, hogy amit mi gondoltunk, hogy ki tud tovább nyugalmi állapotban lenni. Most már utólag azt mondom, hogy ha ezt tudtam volna, akkor sokkal szívesebben ültem volna én ott. Adjunk mindenkinek mindenből. Persze, úgy akar. Szerintem mindenki, aki ott ül, mind a hármójuk masszív, az türelmes, biztos. Meg kitartó, meg bátor. Edina meg bírja is ráadásul. Így van, kemény csaj, úgyhogy szerintem mindenkinek menjen mindenből, úgy akar. Na, ezt már szeretem. Ezt a szép nyugalmat, ami egyébként is árad ebből a zen kertből, hogy most mindjárt meg is nézem, megvizsgálom az első adatokat. Rögzítjük a nyugalmi pulzus szinteteket, és azt fogjuk tulajdonképpen megnézni, hogy a kis meditációs gyakorlat végén hova fejlődik ez az érték, és aki az eredeti kiindulási állapothoz képest a legkevésbé lesz izgatott, az kapja az 1 000 000 forintot érő díjat. Hát természetesen ezt nem adjuk ilyen nagyon egyszerűen ezt a dolgot. Miért nézel így rá? Lesznek dolgok, amikkel megpróbálunk egy picit felidegesíteni benneteket. A párjaitok pedig egy monitoron követik majd az eseményeket, és hát annyit elárulhatok, hogy nekik is van abba beleszólásuk, hogy ti milyen próbatételek alá kerültök az elkövetkezendő időszakban. Akkor ha készen álltok, csukjátok be a szemeteket, és arra kérlek titeket, hogy tartsátok is csukva, jó? Picit magatokra hagylak benneteket. Egy dologra koncentráljatok. Őrizzétek meg a higgadtságotokat és a nyugalmatokat. Na, békák meg vannak még? Aha. Már az is, ami elszökött. Aha. Itt ezen a monitoron fogjátok tudni követni az eseményeket. Mm-hmm. Itt láthatjátok majd, hogy ki hogyan viseli a szituációt. Kezdjük is szerintem, egy picit felizgatjuk őket. Elsőként egy-egy lufit fogunk majd eldurrantani a hátuk mögött. Amit látom, nem sikerült őket kibillenteni a béketűrésükből. A következő kihívás a csótányok támadása lesz. Viszont ez csak két versenyzőnek jár, úgyhogy most szavaznotok kell. Csuti, mondd, te szíved szerint, te nyilván nem akarod Edinának adni. Hát azt igen. Akkor szavazzál, te akkor azt mondod, hogy... Zsolti. Jó, Csilla? A csótány az még nem vészes, menjen a két fiú, Zsolti. Tehát a Zsoltinak is mondod. Attila. Aha, tehát te is erre szavazol, Krisztián. Két fiú, igen. Két fiú, jó. Nem adod nekik oda te? Nem. Úristen, ez rettenetes. Ez undorító, ezt mondja, hogy egyet vesznek ki. Örülök, hogy nem én ültem le zenbe, mert én kifejezetten félek a rovaroktól, csúszómászoktól, minden ilyen fajta állattól, viszont Zsolti nem. És következnek ezek a fantasztikusan gusztustalan békák. Két versenyző fog békát kapni. Krisztián kezdhetett Csilla, a szavazást. Csilla elárulta azt, hogy a Zsoltinak nagy kedvence, tehát én igazából, ha ő neki kedvence, akkor
akkor mindenképpen nézzük meg, hogy... Ne legyen az egyik, tehát Zsoltira szavazol, és hát akkor Edinának megszavazod a másik békát, vagy Attilát? Nálam szerintem Attila simán bírja. A Csilla, szerinted kikapjon békát? Az Attila. Ati, igen. Hát nem fogom mondani Zsolti. Tehát akkor te Edinára szavazol, hát, Attilának már van két pontja. Hát ha a herceg a... Szépség királynő és a herceg. Vagy csutikán békává változol, és akkor te leszel hát, az a csoda szerelmed ölébe. És akkor engem raknak a nyakába? Igen, a kis királynőd ölébe ülhetsz, mint béka. A szeretné, béka. De attól is felvenne a pulzusa. Na, te mit mondasz, hogy ki kapjon hát békát? Hát én a két úriember kell mondani. Tehát akkor Attila és Zsolti. Krisztiánnal azért viszonylag gyakran egy rugóra jár az agyunk, úgyhogy megpróbáltuk ezt az egész folyamatot úgy irányítani, hogy a mi partnerünk az jobb helyzetben lehessen egyébként, mint Csilláé. Akárhogy is nézem, akkor Attila és Zsolti fogja kapni, mert eddig Edina egy szavazatot kapott, úgyhogy akkor kérem szépen a bátor fiúkat, hogy vigyétek el, csatossétek el minden ezeket az állatokat! Vá, úristen, gyerekek, ezt nem bírom nézni! Atya, úristen! Tolj le. Jó, Zsolti elugrott. Nagyon jó, köszönöm. Elég gyorsan. Attié ott ül a fején szerintem. Az olyan zenben van, mint Attila. Atti olyan zenben van, hogy Atti békája, az tök nyugodtan ülögél. Nyugodom, mint a szobra. Ez óriási. Akkor most elérkeztünk a legkeményebb kihíváshoz, az egyik legkeményebbhez. Ami nem más, mint a skorpió. És ez a skorpió, ez csak az egyikük testén landolhat. Én odaadnám akik a legjobban mennek, a Zsoltinak. De kedves vagy, Krisztián, hát minden nekünk? Hát igen. A Zsolti eddig mindent kapott. Hát az Attila is majdnem. Én Zsolti. Abszolút érezhető volt, hogy a Krisztián velünk akar ki. Ezért a Zsolti nevét mondta állandóan, hogy na, ő kapja a bogarat, a skorpiót, a létező összes, és ezért rá is szóltam, hogy álljon meg a menet, ez így nem korrekt. Akkor legyen a viszkis. Csutikám, te kinek adnád akkor ezt a skorpiót? A Zsoltit kizökkenteném. Én ezt most Attilának adnám. Két szavazattal Attila nyerte meg a skorpiót is. Jézus Mária! És el is menekült. Csak tudom, mi az. Na, hát akkor Attilán most már csótányok is vannak, skorpió is van. Összenevesztenek ott egymással ezek a csúfságok. Féltem a skorpiót, nehogy az Attila megharapja a skorpiót, igen. Nem igazából tudod kizökkenteni, tudnélik alól már lőttek ki autót, meg lőttek rám, tehát Isten igazából ez nekem egy kicsit ilyen gyerekjátéknak tűnt. Szavazzunk a csirkéről, kettő darab csirkét fogunk most betenni a kedves játékosaink testére. Én a sajátomban nem szavazok, úgyhogy itt a skorpió, tehát Edina és teljesen Edina tehát Edina és Zsolti, szerinted oké? Okay. Jöhet a csirke? Csutikám. Én biztos nem adnám neki. Jó, akkor te azt mondod, hogy Attila Zsolti. Igen. Jó, akkor Zsoltinak már biztos lesz egy csirkéje. Jó. Hát akkor már van két Zsoltink, akkor én mondok egy Attilát. Akkor Zsolti és Attila, két fiú. Amelyik állatnak feje van, mozog, röfög, búg, bőg, nekem mindegy, mindegyiknek leharapom a fejét. Én nem félek egyiktől se. Az a tyúk ott maradt a Attilán? Igen. Ezt jól látom? Tökéletesen. Gyerekek, Jézus Mária, te tényleg az a tyúk, az konkrétan ott csücsükél Atti vállán. Következik a legvégső, erről már szavaznotok sem kell. Mind a három versenyző kap a nyakába egy jeges lavorvizet.
És... Isten szegény. Nagyon kevés másodpercig, de konkrétan kapkodtam a levegőt, és próbáltam magamat lenyugtatni. De hát nem tudom, hogy a pulzusom mennyire ugrott meg. Édesem. És még mindig zen állapotban. Hát tök jó. Ez fantasztikus. Azt kell mondjam, hogy mind a hárman szerzetesek nyugalmával ülték végig ezt a kihívást. Menjünk és vizsgáljuk meg, hogy hogyan alakultak a pulzus értékek. Okay. Hát nagyon rossz volt látni a kis monitoron, hogy mennyire kapkodja szegénykém a levegőt. Úgyhogy szívem szerint odarohantam volna, és rögtön betakartam volna valami takaróval, és össze-vissza puszilgattam volna. Kedves versenyzők, a meditáció véget ért. Nyissátok ki a szemeteket, rázzátok meg a tagjaitokat. Jaj, Istenem! Nem érzem a lábamat. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, meg tudtátok őrizni a nyugalmatokat. Először is szeretnék gratulálni nektek. Annyira békésen és nyugodtan tűrtétek a különböző kihívásokat, hogy látszólag nem is volt különbség hármótok között, de természetesen az applikáció és a rátok szerelt mérő az rögzítette az adatokat. És ez alapján a következő eredmény született. Aki hármótok közül a legnyugodtabban és a legkisebb ingadozással, mondhatnám azt is, hogy többenetes hidegvérrel és nyugalommal tűrte a megpróbáltatásokat, úgyhogy kapott belőle rendesen, az Attila volt. Hát mondanám azt, hogy borítékolva volt ez a dolog. Kétségkívül én úgy vagyok vele, hogy engem nagyon nehezen tudnak kihozni a lelki békémből, úgymond. Kiérdemelted az 1 milliós amulettet. Figyelj, apukám, hát, amit te itt végigtoltál. Neked megy ez a nyugodtan üldögélés. Volt időbb gyakorolni. Volt időbb gyakorolni, igen. Úgy tűnik, a gyakorlat teszi a mestert. Hát ennek jegyében remélem, hogy sikerült egy picit rápihennetek a következő kihívásra, mert folytatódnak a kalandok a Sárkány útján. Rögtön búcsúzunk, de tartsanak velünk holnap is. Jövünk ismét itt az Ázsia Express-tel. Viszontlátásra! Éljen a monszun! Holnap szükségük lesz az ügyességükre. Please, please, please! A türelmükre. Tényleg kellett volna hoznom nyugtatót, ahogy anyukád javasolta hozzá. Miért nem hoztál? Elfért volna a sminkészletedben, nem? És a kitartásukra.